Egy végzetes szerelmi história, ma is fontos és aktuális gondolatok, kérdések, mindez egy egyedi történetben, melynek középpontjában Isten ostora, azaz a legendás Hun király Attila áll. A történelmi korokon át Mátray László színművész kalauzol bennünket. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van, hogy itt vagy. Na hát, túl vagytok a bemutatón, hogy sikerült, hogy érzed, összeállt a darab teljesen? Úgy érzem, hogy a bemutatóra összeállt a történet. Ez azért is fontos, mert nagyon-nagyon sokáig húztuk, például a vége, az utolsó jelenetet, azt szinte a bemutató előtt engedte a rendező, hogy próbáljuk. Nagy dolog ez egyébként, én azt gondolom, magát Attilát eljátszani. Már csak azért is, mert itt komoly francia értekezésekben is egy ilyen európai szörnyszülöttként emlegetik őt, és azért rájövünk arra szépen lassan, a darabon belül is, hogy itt nem csak kelet és nyugat konfliktusáról van szó, hanem ez egy romantikus történetté is válhat, és ez egy abszolút emberarc uralkodóvá maga Attila. Tulajdonképpen szóval nagyon fontos, hogy az előadás kezdése az egy József Attila szöveg, amiben a kurikulum vitéből van egy kivágva egy darab, és az arról szól, hogy őt végig Pistának hívták. Szóval nagyon sokáig pistázták, és akkor tulajdonképpen Attila is így élt. Most erről szól valóban a történet, hogy van valaki, akiről beszélnek, akit a propaganda próbál valahogy beállítani, és tényleg a minél kellemetlenebb embernek próbálták beállítani, és hát akkor kiről is van szó? Ki az, aki meglepi a Európát, meg hát ezt a világot? És ez volt nagyon nehéz, hogy valaki, olyan embert megfogni, megteremteni, akiről beszélnek, és mégse az legyen. De ugyanakkor az, amit beszélnek, a kegyetlensége, meg a szikársága, a szigorúsága, az is meglegyen. Szóval, hogy nem csak romantikus figura, hanem valóban egy nagyon pontos politikus hadvezér, aki következetes. Itt két nappal ezelőtt Söptei Andrával beszélgettünk egy másik darabról, a Fekete ég fehér felhőről, és ott azt mondta, hogy Vinyánszky Attila kiadta az egyetemistáknak a parancsot idézőjelben, hogy keressenek a családban mindenféle dolgokat, hogy az első világháborút ott a családon belül hogyan élték meg rokonok, stb. Te magad, amikor erre a darabra készülsz, akkor utána nézel Attilának, hogy még jobban tudj azonosulni a szerepel, vagy legalábbis, hogy még jobban megértsd őt, az ő személyiségét? Igen. Hát ez nálam amúgy mindig a felkészülésnek. Szóval a felkészüléshez ez fontos rész az, hogy utána nézek. De nagyon érdekes dolgok. Tehát azon úgy volt, hogy mivel homályos emlékeink, tudásunk van róla. Egész volt egy jó beszélgetés, a színház szervezte, ahol szakemberek beszéltek a korról, a legendáról, és kiderült, hogy egészen pontosan nem lehet tudni, nem lehet valamit, nem megfogható, úgyhogy ez engem megnyugtatott, hiszen végülis egy színház, itt valamit felidézünk, és nem az a fontos, hogy egy történelmi személyt ábrázoljunk. De hát nekem is vannak, nyilván itt kelet és nyugat ütközése van, tehát hogy mondjam, egy keleti világ, egy szkita gondolkodás és a nyugati gondolkodás ütközik, találkozik. Ugye már eleve ebben a környezetben én itt vendég vagyok, tehát én kintről jövök, és ennek is van itt is van egy pici törés, és én ezt úgy mondom, ezekre a dolgokra gondolok, mert nem kell itt most mindent nekem idéznem, vagy fölkaparnom, de van ez a közös vonás. Bocsánat, hogy közben hogy másfél percünk van, az, hogy ilyen intim közelségben van a közönség, mert hogy ugye nagyrészt a színpadon ülnek ők is, ez mennyiben segít téged? Ez nagyon segít. Zavar, vagy segít? Nem, segít. Aha. Segít. Azt hiszem, hogy ezt a történetet ahhoz, hogy nem tudom, ezeket az energiákat megmutatni, vagy valahogy átküldeni a nézők fele, ez mindenképp ez a közelség kellett. És illeszkedik a Vinyánszky féle vízióba, ebbe a totális színház vízióba az, hogy körülöttek ülnek a nézők? Tehát ettől függetlenül ugyanúgy zajlik a darab, hogy mindenhol történik valami, mindig a színpadon, és lényegében idézőjelben követhetetlen, hogy mikor, mi és hol. Igen, ez így van, ez egy, hogy mondjam, nem egy könnyű előadás, főleg az elejét, tehát az első részét nehéz követni, hiszen ott nagyon sok információt elmond. Tehát olyan az egész, mint egy aréna tulajdonképpen, úgy van maga a díszlet, az egy hatalmas arénába képzelni magát az ember, ahol lent a szereplők, a történelmi szereplők megküzdenek egymással, valahogy én ezt így érzem, és ez izgalmas. Mi lehet az aktualitása most, az üzenete ennek a darabnak? Az, hogy folyamatosan most is kelet és nyugat határán állunk, és a szkíta és az európai gondolkodás összecsap valahol?
Hát már nem gondolkodunk úgy, tehát hogy úgy azért attól eltávolodtunk attól a gondolkodástól, de ha vissza, hogy mondjam, hogyha ha magunkban nézünk, azért van valami fajta, igen, hát távolságtartás bennünk, magyar emberekben, én mondjuk Székelyföldről jövök, ott lehet, hogy még jobban érződik ezzel az európai gondolkodással, de azért ez már azért, hogy mondjam, tehát ez már azért összemosódott. De hát úgy üzenetként igen, lehet. Ez igen. Mátrai László, nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy azért nem maradtunk a felszínen a beszélgetés közben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.